Múlt héten megjött a meghívó, nagyon örülök neki, jövő hét kedden kell bemennünk, és 2 hét, ha jól emlékszem, az összetartás. Biztos, hogy a rutin, ugye, hogy az idő halad, hogy a mérkőzések kerülnek be az embernek a lábába, egyre tapasztaltabb lesz. Azt gondolom, hogy tényleg jó formában vagyok, nyilván ezzel sikerült bekerülni a válogatottba. Mindenképpen győzelmeket várok. Ugye a litvánok ellen hazai környezetben, Debrecenben mindenképpen gondolom nyerni szeretnénk. Felkészülési mérkőzés egy előjáték tulajdonképpen a selejtezőre, ami nem mindegy, hogy milyen végeredménnyel fog zárulni. A játékosoknak most ez az utolsó lépcsőfok a selejtező előtt, ahol az utolsó simításokat ki kell eszközölni, meg kell, hogy csinálják, hogy tényleg sikeresek tudjuk lenni a finnek ellen. A Finnországban az EB selejtező az nagyon, nagyon, nagyon nehéz mérkőzés lesz, de mindenképpen szeretnénk győzelemmel hazajönni. A nyomás az tulajdonképpen emelkedik, valóban nagyon nagy tétje van ennek a mérkőzésnek. Hogy mondjam, hogyha érem esik a kapitány úrnak a választása, hogy a kezdő 11-be fog nevezni, én mindent megteszek azért, hogy a legjobb tudásomat adjam, és hogy sikeres tegyen lenni a válogatott. Dárnai Pali elmondta, hogy jobb hátvédbe számol velem, úgyhogy úgy készülök, hogy ott fogok játszani.